Ebben a videóban a fotóretusálás alapjait szeretném bemutatni a GIMP képszerkesztő programban. Nézzük meg először a kiindulási alapunkat, ezt a tanösvénytáblát. Látjuk, hogy itt vannak fölösleges részek, amelyeket a kép tartalmaz, van egy bizonyos perspektívikus torzulás is, illetve szín és további képhibák terhelik az élvezhetőséget. Nyissuk meg a fogd és vidd módszerrel a GIMP-ben ezt a tanösvény táblát. Először vágjuk le a fölösleges részeket. Ehhez az eszközök közül a vágóeszköz egy megfelelően használható módszer. Ugyanúgy, ahogy a téglalap kijelölés történik, a bal felső sarokból indulunk, miközben az egérnek a bal gombját nyomva tartjuk, és jobb sarok fele haladunk. Hogyha megvan a kijelölés, akkor a kijelölt terület színes marad, a többi rész pedig, ami később már törlésre kerül, az színtelen marad. Ha a kijelölésünk megvan, ez ugyanúgy állítható, módosítható, ahogy a téglalap kijelölésnél. Tehát ha a kijelölésünk megvan, akkor Enter gombbal jutunk el a végeredményig. Ezt követően javítsuk ki a perspektívikus torzulást, erre az előzőekben már bemutatott rétegtranszformációk eszközcsoportból a perspektíva eszköz a legalkalmasabb. Kattintsunk bal egérgombbal a javítandó részen, és a sarkok mozgatásával állítsuk párhuzamosra a képnek az éleit. Ügyeljünk arra, hogy a feliratok is lehetőleg párhuzamosak maradjanak a szélekkel. Mindezt annyiszor megismételjük, ahányszor szükségét érezzük. Hogyha maradnak még felesleges területek, akkor újra a vágóeszközzel dolgozhatunk. A vágóeszköznél figyelni kell arra, hogy ez egy több rétegű kép esetén minden réteget a beállított nagyságra fog elvágni, ezért több rétegű képnél lehetőleg ne alkalmazzuk. Hogyha mindez megvan, akkor nézzük meg a színeknek a beállítását. Mindez a színek menüpontnál, kezdjük a fényerő és kontraszt beállításával, itt a csúszkák mozgatásával, vagy pedig az értékek léptetésével, beírásával módosítható. Állítsuk át a színegyensúlyt. Itt az árnyékok, középszínek és fényes színek is egyaránt eltolhatók. A tartományunk természetesen vissza is állítható. Maradjunk egy ilyen színbeállításnál. Jó példa még, hogyha szürkárnyalatos képet szeretnénk gyorsan, a telítetlenné tevés. Ennek alapjai lehet a fényerő, a fényesség vagy átlag. Továbbá az invertálás, ez ugye a fényképnek a negatívja. Automatikus parancsoknál a fehér egyensúly beállítása például, színjavítás, színtelítettség kiterjesztése. Ezeket mind egytől egyig kipróbálhatjuk. Érdekes még a színcsere, ahol egy-egy alapszínt állít be a képre. Ezt követően nézzük meg az eszközök között található retusáló eszközöket. Kezdjük a másoló eszközzel. Ez ugyanúgy, ahogy az előzőekben bemutatott rajzeszközöknél, az ecsetek, az ecsetméret, méretarány, dőlésszög, stb. Állításával változtatható. Válasszunk most
egy 70-es ecset méretet, a kör ecset hegy nekünk megfelel, nagyítsunk bele a képünkbe, és azt szeretnénk, hogy a csavart pótoljuk a képünknek a bal sarkába. Nézzük meg ennek a másoleszköznek a jellegzetességét. Úgy működik, de mindezt láthatjuk a képablakban is alul, hogy a forrás kiválasztásához lenyomjuk a Ctrl gombot, majd a bal egér gombot, így veszünk mintát, ekkor ez a kis kör ott marad, jelezve, hogy a mintát onnan származtatjuk a célterületre. Célterületre kattintva látjuk, hogy a világos háttér a forrás területről átmásolódott. Ez nekünk most ez esetben nem célszerű, tehát Ctrl-Z parancsal visszavonjuk. Nézzük meg, hogy milyen más eszközök vannak erre, például a javító eszköz. Ugyanúgy működik, mint az előző. Ctrl, bal egérgomb, kijelöljük a területet, és a célterületre kattintunk. Látjuk, hogy itt már a objektumot körülvevő színek beleolvadnak a környezetbe. Ez azért lehetséges, mert a javítóeszköz nem egy az egyben másolja át a forrásterületet a célterületre, hanem a színeket passzítja a környezetéhez. Ez a javítóeszköz legtöbb esetben jól alkalmazható. Nézzünk egy másik példát, itt egy kisebb firka eltávolítására. Kontrollal mintát veszünk, majd ezt követően elkezdjük másolgatni ezt a területet. Hogyha nyomva tartjuk az egér bal gombját, akkor nem csak hogy a célterület, hanem a környező területek is átmásolódnak. Ezzel a javítás gyorsan és pontosan kivitelezhető. Nézzük meg a élesítést vagy elmosást. Itt a beállításokon rendkívül sok minden múlik, például a halványolás, elszórás, sima ecsetvonás, éles szélű, illetve a mázolás típusa elmosás vagy élesítés legyen, szintén itt tudjuk beállítani. Legfőképpen a halványuláson és a sűrűségen múlik még nagyon sok minden. Tehát, hogyha sűrűbb, akkor a hatás erőteljesebb. Láthatjuk itt az eredményt, nézzük meg mindezt élesítéssel. Láthatjuk, hogy egy bizonyos mértékig például a betűk élesíthetők ezzel a módszerrel, később azonban már torzulást eredményez. Ctrl-Z-vel visszavonhatjuk ezeket a beavatkozásokat. A maszatolás módja szintén hasonló. Ahonnan indítjuk a maszatolást, tehát hogyha mondjuk egy sötétebb színbe, akkor a sötétebb színt keni szét, hogyha a világosabbat, akkor a világosabb színt keni szét. Itt is állítható a sűrűség, kisebb hatások eléréséhez, halványulás, hosszú úton történik, vagy rövid úton. A maszatoló eszköz, amit leginkább javasolnak a kép széli hibáknak az eltüntetéséhez.
illetve van még a fakítás vagy sötétítés, fakítás, illetve sötétítés. Például ezen a területen a sötétítés kifejezetten használható. Ezek után, hogy áttekintettük, milyen eszközök vannak a fényképretusálásra, további jó szórakozást kívánok megfelelően élvezhető minőségű fényképek létrehozására.